Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Tanácskozás, stabil Szerencsváros költségvetése. Előadás, workshop vállalkozóknak. Kiállítás, Szerencs fotókon és rajzokon. Szerencsváros önkormányzatának képviselőtestülete február 11-én rendkívüli testületülést tartott a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirendi pontok közül alaposan megvitatták a résztvevők a város költségvetését, amelyet Nyíri Tibor polgármester részletesen bemutatott stábunknak. Szerencsváros önkormányzat képviselő testületi ülésén nagy hangsúlyt kapott a napirendi pontok között a város költségvetésének megtárgyalása. A részletes szakmailag alátámasztott pénzügyi tervet a képviselő testület mellett működő bizottságok is áttekintették, és több elsősorban a pénzügyi egyensúly javítását célzó javaslatot tettek. Egy stabil költségvetés került február 15-ig az önkormányzat elé, amiről legkésőbb március 15-ig kell rendeletet alkotnia a képviselőtestületnek. A napirendi pontok közül alaposan megvitatták a résztvevők a város költségvetését, amelyet Nyíri Tibor polgármester részletesen ismertetett stábunknak. Szerencsváros számára én úgy gondolom, hogy jót hoz minden nehézség ellenére. Költségvetést március 15-éig kell a véglegest elfogadni, illetve feltölteni, benyújtani. Ez egy első olvasat, ami azt jelenti, hogy ezt is megelőzte egy komoly egyeztetés az intézményekkel, számolgatás. Vannak benne bizonytalanságok is, hiszen az áremelkedések, az energia áremelkedéseket mondjam, bizonyos mértékű bizonytalanságot kölcsönöznek, de mint ahogy az osztályvezető is elmondta a nyilvános testületi ülésen, hogy jó, stabil állapotban van Szerencsvárosnak a költségvetése. Bár tudnánk önerős fejlesztéseket többet csinálni, egyelőre itt vannak az előző programozási időszaknak a pályázatai, amit be kell fejezni, ami nagyon gyakran előre nem látható, azonnal megoldandó többletfeladatokat, finanszírozást jelent, folyamatosan nyújtjuk be a pályázatokat, az úgynevezett top pluszos pályázatokat, mindig vannak olyanok, ami előre nem látható költség, de ebben a pillanatban költségvetés stabilan áll a lábán, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó a városnak a helyzete, figyelembe véve a bejövő adókat, az folyamatosan növekszik, a jövőben is reményeink szerint növekedni fog, amiből alapvetően a város él, és elhangzott az ülésen, hogy stabil a költségvetés, ez a legfontosabb üzenet. Két folyamatban lévő földeladás van, ami papíron az egyik dolog a szigetelőanyaggyárral kapcsolatosan még néhány millió forint, ami nem folyt be a kasszába, de a nagyobb rész befolyt. Egyrészt itt már csak bevétel várható, egy másik szerződés, ami az ipari, keleti ipari park területen folyamatban van, tehát letelik a 90 nap, valamikor március végén, vagy április végén, és akkor bevételünk lesz természetesen, ez is be van tervezve. Ez egyik sem olyan úgynevezett falból terveztünk be, hogy majd eladunk egy földterületet. Korábban ez volt gyakorlat, ez ma már nem lehetséges, ezek a pénzek be is fognak folyni. A tervezet készítésekor figyelembe kellett venni a hivatalnál és intézményeinél érvénybe lépett kötelező minimálbér emeléseket és ezek járulékait, a közműszolgáltatások árának jelentős növekedését és nem utolsó sorban a folyamatban lévő pályázatok finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását. A város polgármestere köszönetet mondott a helyi vállalkozóknak, hogy az elmúlt évben a helyi adóikat befizették, ezáltal jelentősen hozzájárultak a város működő képességéhez. Erre is alapozva tervezik az idei esztendőt úgy, hogy a bevételek fedezik majd a kiadásokat, és tovább folytatódhat a település fejlesztése.
A Bora 94 Borsod-Abaúj Zemplén megyei fejlesztési ügynökség vállalkozói workshopot szervezett február 2-án Szerencsen a Rákóczi Vár Árkád termében. Az érdeklődők az egész napos interaktív programon szakemberektől tanulták meg az üzleti terv készítésének több pontját, és arról is képet kaptak, hogy miért fontos azt nagy gonddal és odafigyeléssel elkészíteni. A Bora 94 Borsod-Abaúj Zemplén megyei fejlesztési ügynökség a térség vállalkozóit egy hasznos, egésznapos interaktív előadásra várta Szerencsen. A résztvevők a vállalkozásuk fejlesztéséhez kaptak segítséget szakemberektől, akik részletesen elmagyarázták azt, hogyan kell üzleti tervet készíteni, és miért fontos azt részletesen, precízen előállítani. Az üzleti terv egy vállalkozás térképe, ahogyan eljut az első lépéstől az utolsó, amely arra ad választ, hogy mit akarunk eladni, kinek akarjuk eladni, hol érjük el őket, mennyi pénzre van ehhez szükségünk, és mennyi pénzt várhatunk ebből. A megyei fejlesztési ügynökség olyan workshopokat szervez, ahol a résztvevők a gyakorlatban hasznosítható tudást kapjanak viszonylag rövid idő alatt. Az volt a célunk, hogy ténylegesen gyakorlati ismeretekkel segítsük a vállalkozókat, hogy hogyan lehet egy jó üzleti tervet elkészíteni, mert ez most egy aktuális kérdés, nagyon is aktuális az évnek ebben a szakában. Úgyhogy mi is reméljük, hogy ez egy nagy segítség is, ráadásul így, hogy végül is ingyenesen biztosított ez a lehetőség mindenkinek. Érdemes, tehát hogy nagyon-nagyon lényeges az, hogy átgondolt legyen mind a költség oldaláról, mind a bevétel oldaláról. Vannak olyan részei az üzleti tervnek, amit szintén érdemes figyelembe venni, és talán akkor, amikor nekiül egy vállalkozó, hogy egy üzleti tervet összerakjon, akkor gondol végig olyan dolgokat, amiket tudatosan egyébként nem gondolna végig, akár marketing tekintetében is, ami nagyon lényeges elem a működés során. Közösen a Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkormányzat és a megyei fejlesztési ügynökség, a Bora 94, megyeszerte egyébként egy hatalmas nagy projektet valósít meg, ez az identitás erősítés a Borsod-Abaúj Zemplén megyében, és az a célunk, hogy a helyi közösségeket erősítsük, és tulajdonképpen a kötődését az embereknek az adott településekhez. És ennek ez egy szelete, hogy vállalkozókat szólítunk meg, vállalkozókat vonunk be, akik ténylegesen a vállalkozói létet minél jobban átélik, példát is mutatnak esetleg másoknak. Ténylegesen 32 településre látogatunk el egyébként, és 3 olyan település van, ahol egész napos workshopot szerveztünk, ennek most ez az első állomása is Szerencsem. A Bora 94 Borsod-Abaúj Zemplén megyei fejlesztési ügynökség Sátoraljaújhelyen és Felső Zsolcán tervezi hasonló egésznapos workshopok szervezését vállalkozóknak, azonban kisebb 2-3 órás fórumokat a megye 29 kisebb településeire is terveznek. Ezeknek az ismeretterjesztő előadásoknak a témáját úgy alakítják ki, hogy előzetesen felmérik azt, hogy az adott területen milyen tevékenységi körrel rendelkező cégek vannak. A múzeumok őszi fesztiválja alkalmából a Zemplini Múzeum és a Turisztikai Központ rajz- és fotópályázatot hirdetett diákoknak és felnőtteknek. A különböző kategóriák első helyezettjeinek alkotásaiból képes levelező lapot bocsátanak ki. A múzeumok őszi fesztiválja alkalmából a Zempléni Múzeum és a Turisztikai Központ rajz- és fotópályázatot hirdetett diákoknak és felnőtteknek. A pályázat célja az volt, hogy a résztvevők bemutassák Szerencs és környéke ismert és kevésbé ismert műemlékeit, nevezetességeit a rajz- és a fényképezés művészi eszközével. A Fedezzük fel látnivalóinkat című időszaki tárlaton ezek az alkotások tekinthetők meg, bemutatva azt, hogy minden évszakban mennyi szépség mutatkozik meg az arra nyitottaknak a városban. A beküldött műveket zsűri bírálta el. A különböző kategóriák első helyezettjeinek alkotásairól képes levelező lapot bocsátanak ki. A Zempléni Múzeum tavaly csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiválja című rendezvényhez, aminek egyébként a bevezető rendezvénye az éppen Szerencsen volt a Turisztikai Központban. És a Múzeumok őszi fesztiválja alkalmából kiírtunk egy rajz- és fotópályázatot. A rajzpályázatot az kifejezetten gyerekeknek, tőlük vártunk különböző művészeti alkotásokat, a felnőtteket pedig fotók elkészítésére bíztattuk. A tematika az igazából annyi volt, hogy arra kértük őket, hogy Szerencs és környékének a látnivalóit segítsenek felfedezni, mind az ismerteket, mind pedig a kevésbé ismert látnivalókról vártunk különböző alkotásokat.
A kisteremben a gyerekeknek az alkotásai tekinthetőek meg. Nagyon széles körből érkeztek alkotások. A legfiatalabb alkotóművészünk Szőke Zalánő 3. osztályos, és gyakorlatilag középiskolából is érkeztek különböző pályamunkák. Ők láthatóak a kisteremben, illetve átvezetésként egy olyan alkotás, amely tényleg átvezeti a két különböző korcsoportot, ugyanis egy fiatal lány, tehát 17 éves kora szerint ő a rajz kategóriában indult volna, viszont gyönyörű szép fotókat készített a városról, Színpompás szerencs az alkotásának a címe, és az átvezet már a felnőtt kategóriában, és gyakorlatilag a kisteremben inkább szerencs és a környéknek az alkotásai láthatóak, ebben a nagyteremben pedig Kazsik Marianna fotói láthatóak, aki szintén szerencsre helyezte a hangsúlyt, de mellette azért Tokaj hegyalját is megidézik a képei. És gyakorlatilag Mariannát azt hiszem itt senkinek nem kell a környéken bemutatni, az ő csodálatos képei tényleg színpompásan megörökítik a várost. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a tavasz, a nyár és az ősz és a tél is egyaránt megjelenik az ő alkotásain. Az időszaki kiállítás alkotásai február 20-ig tekinthetők meg a Zempléni Múzeumban, majd a rajzok és a fotók átkerülnek a turisztikai központba, azért, hogy a városba érkező vendégek hosszú ideig láthassák a városról és a térségről készült különleges látásmód alapján elkészített műveket. A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum képző művészeti pályázatot írt ki Genezis minden dolog eredete címmel. A beérkező alkotásokat zsűri értékelte, majd a legjobbakat február 4-én díjazták a Katolikus Gimnázium aulájában. Több mint két évvel ezelőtt a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum vezetése, hogy hogyan újíthatják meg a művészeti képzést az oktatási intézményben. Majd két évvel ezelőtt a Premier Művészeti Alapiskolával megkötött megállapodás után megkezdődhetett a művészeti képzés a Katolikus Gimnáziumban. A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum képzőművészeti pályázatot írt ki Genezis minden dolog eredete címmel. Az egyik ilyen volt ez a Genezis nevű rajzpályázat, ami a Katolikus Gimnáziumhoz úgy kapcsolódik, hogy az alapvetően a teremtésvédelem volt a fő témája, és ugye ezt a teremtésvédelmi nap időszakában, szerint a héten volt a második teremtésvédelmi napunk, ehhez igazítottuk a beadási határidőt és magát ezt a háttérbe látható kiállításnak a megnyitóját is. Igazából még talán azt mondtam, hogy második éve van, de még mindig fejlődésben van ez az egész kapcsolat, hiszen ugye a különböző tanszakoknál még nem feltétlenül sikerült teljes egészében hirdetni iskola szinten, még nem látják a diákok azt, hogy ennek milyen visszacsatolt eredménye van. De egy ilyen kiállítás, egy-egy koncert már, amit az adott zenekar ad, egy-egy olyan palánta, aki innen kerül ki valamilyen hangszeres műsorával, vagy egy dráma tagozatnak egy-egy színjátszó szóköre, ez erősítheti és előbb viheti azt, hogy ez generált, öngenerált folyamat jövőre még többen bekapcsolódjanak, még stabilabb lágokon álljon. Tehát még mindig abban a fázisban vagyunk, ami ennek a kidolgozó fázisa, és folyamatosan próbáljuk építeni, színesíteni a lehetőségeket. A Premier Alapfokú Művészeti Iskola vezetője szerint jó lehetőség egy ilyen pályázat a növendékeknek, hiszen bemutathatják alkotásaikat a nagy közönségnek, amelyen az elmúlt időszakban dolgoztak. Nagyon-nagyon nagy lehetőség a diákoknak, hiszen egy csomó olyan művészeti órával tudjuk megsegíteni az általános fejlődést, vagy az általános tantárgyak fejlődését, amit igazából csak a művészeti oktatás vagy a művészeti tantervek tudnak adni. Például van felkészítés főiskolára, a képzős gyerekeink fel tudnak készülni rajzból, olyan szakokra, olyan egyetemekre, amire sajnos a rajzóra például nem ad annyi lehetőséget, keretet, esetleg nagy Isten eszközöket nem tud hozzá. És ez az együttműködés, ez erre tökéletes, hogy felkészítünk gyerekeket. Ráadásul az általános műveltséghez is most már van egy csomó olyan művészeti tantárgy, amire szükség van. Például egy táncóra. Most már az általános műveltség része, hogy a gyerekek tudjanak táncolni. Nagy Isten zenélni. Hát ugye azt tudjuk, hogy a zene mennyire fontos a művészeti oktatáson kívül is, nagyon megsegíti például a matematikai fejlődést és a matematikai gondolkodást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy középiskolás diáknak, főleg ebben mostani időszakban is szükség van arra, hogy egy egészen más elfoglaltság is legyen a délutáni órákban.
Az oklevelet és a tárgyjutalmakat Jakab Tamás igazgató, Kovács Csótai Zsófia képzőművész tanár és Szabó Zsófia Premier Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója adta át. Fekete Gyula és Pokrovenszki Gergely február 20-án Szerencsen farsangi télűző futást szervez. A közösségi vidám rendezvényen a 2,5, az 5 és a 7,5 kilométeres távokat jelmezben is meg lehet tenni, amelyek közül a legötletesebbeket a szervezők külön is utalmazzák. Élményekkel és élmény elemekkel teli futóversenyt szervez Szerencsen február 20-án Fekete Gyula és Pokrovenszki Gergely. A rajt helyszínén találkoztunk a szervezőkkel és az SZVS-e úszó, kézilabda és kosárlabda szakosztály néhány sportolójával, hogy megismerjék a program részleteit. A közösségi futás különlegességét az is adja, hogy farsangi időszak közelettével a 2,5, az 5 és a 7,5 kilométeres távokat vidám jármezek is meg lehet majd tenni. Több futóversenyen is találkozhattunk Tokajban, és hát legutoljára decemberben volt Tokajban az adventi futás, ami azt gondolom, hogy sikeres rendezvény volt, és ezen felbuzdulva, illetve itt Szerencsét járva láttuk, hogy itt azért épült most egy fantasztikus futókör, illetve a város szépségeit is bemutatván, arra gondoltunk, hogy Szerencsén is próbálunk egy ilyen közösségi futást létrehozni. A rendezvénynek a központja itt a Szerencsi Rákóczi vár lesz, innen indulnak, ide érkeznek majd a futók. A városban jelöltünk ki egy körülbelül 2,5 kilométeres kört, és hát ki a saját állóképességének, erejének, kedvének köszönhetően majd kiválasztja, hogy melyik a neki megfelelő táv. Egy, kettő vagy három kört lehet teljesíteni ebből a körből. Nem sok helyismerettel rendelkeztünk itt Szerencsén, de eljöttünk egy vasárnap reggel is. Körbe sétáltunk először a városban, megnéztük, hogy mi az, amit érdemes megmutatni a városból, mi az, ami viszonylag kis felfordulással jár itt Szerencsén, és arra az elhatározásra jutottunk, vagy döntöttünk, hogy végül is innen a várból indulva, a futókörre felkanyarodva, a gimnáziumot megkerülve, a felsőpince sorig egészen felmennek a futók, és onnan pedig visszaereszkednek gyakorlatilag ide a várban. A közösségi eseménynek a másik különlegességét az is adja, hogy a távon állomásokat is kijelölnek, amelyeket élményelemek színesítenek majd. A város nevezetességeit is megismerhetik a program résztvevői, hiszen szép útvonalon haladhatnak végig a sportolni szeretők. Egy élményelemet szeretnénk adni azoknak, akik eljönnek a rendezvényünkre, és lehet nem csak futni, hanem sétálni is az eseményen, ahogy Gyula már mondta, egy, kettő vagy három kört teljesíteni. Ami érdekessége lesz az eseménynek az, hogy jelmezben is szeretnénk, ha minél többen elindulnának, de persze, aki futónak öltözik, és csak a futójelmezt veszi magára, azok is elindulhatnak. Tehát szeretnénk, hogyha minél hangulatosabb lenne, és azért mindent megteszünk, például ezeken a távokon szeretnénk élményelemeket, élményállomásokat elhelyezni, ami azt jelenti, hogy különböző zenészek, gitárosok fogják szórakoztatni futás közben a résztvevőket, így folyamatosan élményelemek érik az indulókat, tehát úgy gondolom, egy különleges futás lesz, és díjazzuk a legjobb indulókat is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy most is már eljöttek erre a kis erőfelmérőre, hogy készüljünk együtt majd erre a 20-ai eseményre, tehát szeretnénk, hogyha minél többen lennének, és minél különlegesebb élményben lenne majd részük az indulóknak, és azt még szeretném elmondani, hogy külön díjazzuk majd a legötletesebb jelmezben érkezőt, és a legnépesebb iskolát is díjazzuk természetesen. Ha szeretnél egy vidám farsangi programon részt venni, akkor a jelmezed mellé 20 futócipőt, és ismerd meg Szerencs épített és természeti örökségeit.
Rakamazváros német nemzetiségi önkormányzata és Szerencsváros német nemzetiségi önkormányzata a Málenki robotra hurcolás 77. évfordulója alkalmából a regionális Málenki robot emlékműnél tiszteletadást tartott február 5-én. A jelenlévőket Árvai László, a Szerencsi német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte, majd Tircsi Rihárd, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság nemzetiségi főosztályának főosztályvezetője köszöntötte, aki szólt arról, hogy 77 évvel ezelőtt a német ajkúak az otthonukban elbújva a pincékben vagy a kamrákban attól rettegtek, hogy elviszik őket is a Szovjetunióba egy kis munkára. Hozzátette, hogy az emlékezéshez az is hozzátartozik, hogyha elhaladunk egy sváb porta előtt, akkor láthatjuk, hogyan éltek, dolgoztak az ősök. A német ajkúak részesei a magyar történelemnek, az 1848-as forradalom és szabadságharcban a magyar nemzet függetlenségéért is küzdöttek. Hozzátette, hogy a hazánkban élő svábok a nemzetünk részei, amit az is bizonyít, ahogyan egy nemzeti ünnep alkalmával éneklik a himnuszt. Tircsi Rihárd arról is szólt, hogy ezek a 77 esztendővel ezelőtti elhurcolások azért következhettek be, mert annyi hibájuk volt ezeknek az embereknek, hogy németek. Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere szólt arról, hogy emlékezni kell az elhurcoltakra, hiszen fontos az, hogy ilyen szörnyűségek ne történhessenek meg a jövőben. A város első embere beszédében kiemelte, hogy a svábok mióta velünk élnek, példát mutatnak hazaszeretetből és a nemzetépítéséből is. A polgármester kihangsúlyozta, hogy nemet kell mondani a diktatúrára és a háborúra. Elhangzott az is, hogy a Szovjet Államvédelmi Bizottság 7161-es határozatában elrendelte azt, hogy mozgósítani és a Szovjetunió beli munkára kell irányítani az összes 17 és 45 év közötti munkaképes német férfit és 18 és 30 év közötti nőt, akik Románia, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária és Csehszlovákia területén tartózkodtak. Szerencsen a németeket és a német csengésű vezeték nevűeket először a járásbíróságon gyűjtötték össze, majd a 4000 embert együtt leterelték a vasútállomásra, ahonnan a szovjet télbe vitték őket egy kis munkára. Szerencsváros polgármestere megemlékezett a Tarcalon szolgáló Szerednyei János római katolikus kápláról is, aki önként vállalt sors közösséget a híveivel. Leiter Imre, a Német Demokrata Fórum Szatmár megyei szervezetének emlékező gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek. Ezután a résztvevők elhelyezték a koszorúkat a regionális Málenki emlékműnél. A 90. születésnapja alkalmából köszöntötte február 10-én Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere Téglás Bertalannét a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szerencsi Idősek Otthonában. Az ünnepeltnek a település első embere adta át Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét egy virágcsokor kíséretében, valamint egy ajándékcsomaggal is kedveskedtek az ünnepeltnek. Téglás Bertalanni 1932. február 10-én született Szerencsen egy 7 gyermekes munkás családba. A 90 éves születésnapos a Szerencsi Csokoládégyárban a gépsor mellett dolgozott, formázó, majd később brigádvezető munkakörben. A Szerencsi Református Egyházközösség oszlopos tagja volt, 20 évig presbiter is volt. Három fia született, 9 unokája és 5 dédunokával büszkélkedhet. Téglás Bertalanné, amíg jó egészségnek örvendett, szívesen olvasta a Bibliát, vallásos műsorokat hallgatott a rádióban, nézett a televízióban. Születésnapja alkalmából Isten éltesse sokáig! Az SZVS-e MB2-ben szereplő asztali tenis csapata február 6-án hazai környezetben fogadta a Dunakeszi MB2-es gárdáját. Ugyanezen a napon az MB3-as Szerencsi gárda a tiszaújvárosi csapatot látta vendégül. Köllő András szakosztályvezető a mérkőzést értékelve összefoglalta, hogy mindkét hazai meccsen nagy arányú győzelem született. A Szerencs-Dunakeszi találkozó végeredménye 13-15, míg a Szerencs-Tiszaújváros meccsé 16-12 lett.
Tisztelt nézőink, műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss iradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!